Nem maradt ki senki a szembejövők közül Nyíregyháza sétáló utcáján. A tűző napon pedig arra sem volt példa, hogy valaki visszautasította volna a közterület felügyelet munkatársai által osztott ásványvizet. Összesen 1500 palackkal segítette a járókelőket Nyíregyháza önkormányzata kedden kora délután. Azokban az órákban, amikor kimondottan nem ajánlott a tűző napon tartózkodni, ez a nyíregyházi lakos is rendszerint így, és a rendszeres folyadék utánpótlással védekezik a forróság ellen. Otthon vagyok, inkább benn vagyok. Most a vásáron értem, és meggyógyszer, és ezért kellett kérnem. De amúgy benn vagyok egész nap. És hogyha esetleg kint tartózkodik, akkor gondolom szüksége van arra, hogy minél több folyadékot fogyasszon. A napi másfél liter. Így van. Ha nem vizet, akkor meg csinálok annak ilyen citromlét oldatot. És akkor azt hiszem. Zsoktól, jó napot kívánok! Elteszenek fogadni egy üveg vizet ebben? Merre teszetek jönni? A vízosztásból tevékenyen kivette részét Jászai Menyhért Nyíregyháza alpolgármestere is. Elmondta, az önkormányzat minden évben a hőségriasztáshoz köti a vízosztási akciót a város közterületein, megakadályozva ezzel azt, hogy a járókelők közül senki ne maradjon folyadék nélkül a legmelegebb órákban. Ennek a hátteréről tudni kell, hogy vöröskódriasztást rendeltek el, ez amikor az átlag hőmérséklet meghalad egy bizonyos szintet, akkor rendel el a központi kormányzat, amelynek az a lényege, hogy a lakásán rendelkező, egyébként hajléktalan személyeket is a szociális intézmények kötelesek beengedni a saját területükre, hogy ezt a időjárási körülményeket túl tudják vészelni egészségkárosodás nélkül. A nagy melegre való tekintette az önkormányzat is részt vesz a károk enyhítésében. Ilyenkor vizet osztunk, jelenleg is 1500 palack vizet fogunk szétosztani most a mai napon. Itt a bevásárlóközpont két oldalán, a járókelőknek, a sétálóknak, itt van tulajdonképpen Nyíregyháza egyik legforgalmasabb pontja, míg a túloldalon a gépocsi vezetők is kapnak a vízből, és reméljük, hogy enyhülni fog az időjárás. Meg is érkezett egy nagyobb vihar a tegnapi nap, de túl leszünk ezen a meleg szempontjából krízis helyzeten, és ezt próbáljuk enyhíteni a lakosság felé. A keddi akció bár egyszeri volt, az önkormányzat a jövőben is figyelemmel kíséri a várható hőmérsékleti viszonyokat. Ez alapján, ha újra hosszabb ideig tartó forróság jelentkezik, a városvezetés újabb vízosztási akciókat rendel el a vármegye székhely közterületein.